Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a meghívást, jó napot kívánok, Ránki Sára vagyok, nyelvész. És engedjék meg, hogy ezt a mai előadást Kálmán László kollégámnak ajánljam, aki az emlékének, aki tavaly halt meg, és nekem mesterem és kollégám volt. Sokat beszélgettünk a gyűlöletbeszédről. Köszönöm. Ennek a konferenciának szekciója lett volna a gyűlöletbeszéddel kapcsolatos meglátások, tudományos kutatások, eredmények. Aztán úgy alakult, hogy nem lett az, de nagy örömömre meghagyták ezt az előadást. Pontosabban eldönthettem, hogy szeretném-e megtartani. És akkor úgy voltam vele, hogy igen. Nem vagyok jogász, nyelvész vagyok, halvány fogalmam nincsen a jogról. Úgyhogy, ahogy ezt jeleztem, jogszabályi értelmezést nem fog tartalmazni az előadás. Csak nyelvészeti megállapításokról fogok beszélni, és olyan jellegű példákat hoztam, amelyek most elérhetők az online térben akárki számára. Tehát ehhez nem kell sehol dolgozni, se titkos szolgálatnál, se dark webet elérni, semmi ilyesmi, akárki számára elérhető tartalom. Gyűlölet bűncselekmény, gyűlölet beszéd. Hát azt szoktuk mondani, hogy a gyűlölet beszédnél ugye a beszéd az, ami büntetendő, és hát a szakirodalom sok mindent mond arról a nyelvészetben, hogy mit nevezünk gyűlöletbeszédnek. Talán a legeslegvégén elmondom, de én saját magam azt gondolom, hogy egyébként majdnem minden, amivel a másikat bántjuk. Ma már szerencsére van terminológiai differenciálás a gyűlöletbeszéd és a gyűlölködő beszéd között. Ez nyilván jogi szempontból nagyon fontos, de hogy mondjam, egy társadalom nyelvi kultúrájára igazából ennek a különbségtételnek túl nagy hatása nincsen. És mielőtt még tovább haladnánk a gyűlöletbeszédben, engedjék meg, hogy bemutassak egy rövid videót. A mai előadásban főleg arról lesz szó, hogy mondjuk mit gondolok, vagy mit gondol a nyelvészet arról sok esetben, hogy mit jelent igazából a nyelvi tevékenység, vagy a nyelvhasználatban való részvétel úgy általában az átlagember számára, mert hogy mindannyian igazából nyelvhasználók vagyunk, és hogy részt veszünk abban a társadalmi gondolkodásban, nyelvhasználatban, diskurzusokban, amelyek táptalajt adnak például annak, hogy gyűlöletbeszéd alakuljon ki. Hát, mint látható egyébként itt a South Parkból van egy idézet, pontosabban egy bejátszás, ahol nem látszik még, de majd fog, remélem, hanggal együtt, hogy Cartman Hitlernek öltözött farsangon. Amiért ezt a videót hoztam, még mielőtt majd a durvább témákra rátérnénk, ez azért van, mert van egy nagyon fontos üzenete, nem a sorozatnak, hanem a nyelvi tevékenység szempontjából, egyáltalán ennek a kultúrának. Ez pedig az, hogy például egy ilyen bejátszást az ember, vagy aki ennek a fogyasztója, nem fogja gyűlöletbeszédként értelmezni. Mi ennek az oka? Nagyon fontos. Az, hogy van cél és szándék tulajdonítási képessége az embernek. Ez körülbelül 3 éves kortól kezdve ki lehet mutatni. Vannak nyelvészek, akik azt mondják, hogy 13-14 éves korra azért nagyjából befejeződik ennek a kompetenciának a fejlődése. Ez a kompetencia, ez a cél és szándék tulajdonítási képesség teszi lehetővé azt, hogy megértsük azt, hogy nekünk valaki mit akar mondani. Mi a célja és mi a szándéka azzal kapcsolatban, amit nekünk üzen. Na például az irónia, vagy hát az irónia értés az ide tartozik. Ha ez a kompetenciánk nem működne, akkor feliratozni kellene őrként is, meg lábjegyzetelni kéne Karintit is. Na de nincsen, mert az ember még ha nem is hallja a szöveget, csak olvassa, magából a szövegből pontosan jól tudja, hogy ott vagy iróniáról van szó, vagy egy szövegnek a másodlagos, harmadlagos jelentéséről. Ugyanez működik itt ennél a South Park résznél is, ami remélem, hogy majd nem sokára be fog tudni kapcsolódni, hogy milyen szép szenvedő szerkezetben beszéljek. Viszont nagyon érdekes, hogy valahogy nekem az a tapasztalatom a gyűlöletbeszéddel kapcsolatban, hogy ez a cél és szándék tulajdonítási képessége az embereknek nem működik. Ennek viszont van egy nagyon fontos oka, mégpedig azt hiszem, hogy az, hogy a gyűlöletbeszéd azon kívül, hogy sorolhatnánk a verbális agresszióhoz, mégiscsak a szóbeli befolyásolás és a manipuláció része. Tehát az, hogy az ember gyakorlatilag áldozatává válik
annak, hogy a nyelvet kizsákmányolják, én így hívom, pontosabban arra használják, hogy gyűlöletbeszédet állítsanak vele elő. Sikerülni fog? Jó, az a jó, hogy egy csomó videót hoztam, remélem. Az a jó, hogy valaki kimaradt, és akkor azt a maradék időt ezzel el is fogjuk tudni tölteni. A későbbiekben ennek kapcsán fogok beszélni Viktor Klemperer könyvéről, a harmadik birodalom nyelve az a címe. Mindenkinek ajánlom, mert aki nem nyelvész, az is pontosan jól fogja érteni, hogy miről van benne szó. És azt előre szeretném jelezni, hogyha véletlenül bármi provokatív áthallása lenne az előadásom szövegének, az igazából nincsen. Csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy valahogy úgy látjuk, hogy az elmúlt 100-150 évben, de biztos korábbról is adatolható lenne, a nyelvet a különböző rendszerek ugyanúgy használják fel a társadalomban. Mert mindenki ugyanarra tud támaszkodni, ez pedig az átlagember szorongásai. Mik tartoznak ide? Ezek toposzok. Nagyon egyszerű. A félelem, a hazám, a családom, az anyanyelvem, a kultúrám, a hagyományaim, és ezek mind-mind olyan toposzok, amelyek bármikor előhívhatók, csak különböző formában fognak megjelenni. Sem azt volt. Szevasztok, srácok! Te mi a fenét csinálsz ebben a ruhában? Kenny Puddingját eszem. Szervusztok, gyerekek! Ó, szép ez az Elvis jelmesség! Elvis? Ez gonosz toposz. Mi a csodának öltöznék Elvisnek? Mi a csodának öltözik gonosz toposznak? Mindegy. Remélem, hogy a nebulóink... Erik, az Istenem! Ezt meg hogy képzeled? De megengedte, hogy megegyem. Tessék megkérdezni! Úgy bizony igazgató néni odaadta, mert Erik tök jó fej! Honnan van ez a jelmez, fiam? A mamám varta! Zik, hej! Zik, hejl! Pszt! Jó, Isten óvja Amerikát! Gyorsan az irodában, mielőtt valaki meglát! Megnézed az idevágó oktatófilmet? De nem akarok több oktatófilmet nézni! Megharaptál! Nincs is semmi baja! Figyelj jól oda, Erik! Adolf Hitler nagyon csúnya és rossz bácsi volt! Van esetleg kérdésed? Megnézhetem újra, te király! Most azonnal leveszed ezt a jelmezt! Azt nem! Meg kell nyernem ki! Na most jogszabályi környezetben, jogszabályi értelemben ez a részlet elég sok mindent megtestesít abból. Tessék? Szólt valaki? Ja, azt volt. Megtestesít abból, ami a gyűlöletbűncselekmény vagy gyűlöletbeszéd kategóriájába tartozhat, de mégis pontosan azért, mert az ember tudja, hogy miről van szó, vagy mi a funkciója egy ilyen sorozatnak, ezt másképp értékeli. Mutatok viszont olyat, amiről tudjuk, hogy nem ugyanaz a célja, mint mondjuk ennek a részletnek. Nem biztos, hogy a teremben ülők közül tudják, hogy ilyennel a neten lehet találkozni. Röviden az elméleti háttérről egy-két percben csak, ami az én veszőparipám. Minden ember felelős azért, amit mond. Ha kognitívan, neurológiai szempontból egy egészséges emberről beszélünk, akkor az, amit mondok, az azért van, mert tudom, hogy mit mondok. És azt is tudom, hogy hogyan mondom. Van egy nagy tárház az ember agyában, egy mentális lexikon, amikből szavakat, kifejezéseket lehet választani, és az ember a másodpercek töredéke alatt dönti el, hogy mit használ. Tehát, ha én ebből a teremből ki fogok menni, a South Parkot idézve, nem azt fogom mondani, hogy na cságyíkok, én leléptem, bár nagyon vicces lenne, meg egy kicsit meghökkentő is, na de mégiscsak az ember tudja, hogy a Magyar Tudományos Akadémián, egy tudományos konferencián ezt nem engedheti meg magának. Ez a nyelvi viselkedés, ez a nyelvi tevékenység, ez azért jó kifejezés a nyelvhasználat helyett egyébként, mert a nyelvi tevékenység fogalmában benne van az, hogy az ember tevőlegesen vesz benne részt. Persze vannak azok az esetek, amikor az ember száján valami például kicsúszik, vagy tudom, hogy mondanám, de nem jut eszembe, pedig mondjuk, hogy a nyelvünk hegyén van, tehát vannak ilyen esetleg megakadás jelenségek, de azért alapvetően az a helyzet, hogy tevőlegesen veszünk részt a nyelvhasználatunkban,
És számolunk azzal, mert hogy tudatos nyelvhasználók vagyunk, hogy amit mondunk, azt más hogy fogja majd értelmezni, érteni, és mondjuk egy párbeszédben, amit majd utána én kapok, vagy valaki kap, azt hogy fogja értelmezni. A nyelvhasználat, ez egy állatira dinamikus dolog, a nyelvet az emberek működtetik, amióta a nyelv van, és hát ugye ez a kezdetektől van, ez azért tud működni dinamikusan, mert hogy a nyelvhasználók, a nyelvet használók azok, akik alakítják. Tehát amikor azt mondja valaki, hogy nem úgy értettem, hát köszönöm szépen, na de szerencsére azért kb. Tudom, hogy hogy értetted. Mert hogy egy csomó olyan képességünk működik, amivel esetleg tudunk szöveget értelmezni, vagy érteni. A verbális erőszak nagyon nagy irodalma van, de szerintem vannak ebben megosztó dolgok a nyelvészek között, mert a verbális erőszak szerintem már rég nem csak arról szól, hogy valami trágár-e vagy obszcén. Rég nem arról szól. Tehát lehet nagyon erősen fogalmazni úgy, lehet nagyon erősen gyűlöletbeszédet előállítani úgy, hogy az ember egyetlen egy csúnya szót nem mond ki. Kerestem, szerencsére már nincs a neten, de a 3 évvel ezelőtti konferencián, amikor itt voltam, azt hiszem még fönn volt a Cigány Lexikon című hát egy ilyen videó a YouTube-on, amiben egyetlen egy csúnya szó nem hangzott el. Egy gépi hang mondta, hogy a cigány ember az csoportokba tömörődik, úgy szaporodik, hogy 12 kölyköt hoz a világra, általában párzási időszak alatt nem ajánlott a kilövése, egy darab csúnya szó nem szerepelt benne. Még egy felkiáltó mondat sem. De maga a szöveg tartalom, ahogy az elő volt állítva, az maga egy klasszikus gyűlöletbeszéd, káromkodás nélkül. Ugye az embereknek vannak, mit tudom én, ilyen legendák, hogy a börtönben is biztos csúnyán beszélnek. Nem. Hogy a gyűlöletbeszéd attól gyűlöletbeszéd, hogy? Mert az egyik kocsmába megy a büdös cigányozás, a harmadikba meg a rohadt zsidózás. Rég nem itt tart szerintem. Pontosan ezért vált nagyon veszélyessé ez a terep, mert ennél már sokkal szofisztikáltabb módszerekhez folyamodnak azok, akik ezeket a szövegeket előállítják. Meghallgatunk a Divízió 88 Halálgyár című száma, elérhető a neten. Aki szélső jobboldali csoportok monitorozásával vagy kutatásával foglalkozik, az tudja, hogy a 88 a szélső jobboldali csoportoknál az egy számkód, a Heil Hitlernek a számkódja, ugye a 8. betű a H a latin ABC-ben és onnan. Azt nem tudom, hogy ez a szélső jobboldali zenekar még működik-e, de az összes zene számoknak és az albumoknak elérhető a szövege és a zenéje. Senki ne gondolja azt, hogy a gyerekek ezzel nem találkoznak. Tehát egy másodpercig ne gondolja azt valaki, hogyha beüti egy gyerek azt, hogy cigány, vagy hogy katona, vagy háború, vagy tábor, valahogy nem fog idáig eljutni. Azért nem fárasztok ezzel senkit, mert egy 6 évvel ezelőtti előadáson így pont azt mutattam, hogy milyen szavakon keresztül lehet egyik tartalomtól a másikig eljutni, és akkor kérek szépen egy kis segítséget. Aki nem bírja, az fogja be a fülét, nem fogjuk végighallgatni. A másodikat kérném szépen. Savri moronandra bonandra bosszai, Baruch atadoshem, Elokeinu melech haolam, Boirei pri hagofen. Baruch atadoshem, Elokeinu melech haolam, אשר קיצון במצווי סגרה צווינו, ושבס קוי צ'וי, באהבה ורויסון הנחילונו. Német nyelvű emberek, és majd most jön a Halálgyár című szám. Ez
volt az improja, a bevezetője. Ezt az albumot. Ez az Égnek a kazánok, Füstölnek a kémények halálgyár című szám, aminek az előbb vetítettem ki a szövegét, majd esetleg, hogyha valaki akarja, befotózhatja. Jó, látható. Igen, na ez ennek a számnak volt a zenéje, most nyilván nem az a fontos, hogy zeneileg ezt hogyan értékelje az ember. Nézzék meg a refrént, égig ér a hullahegy, zsidó élve nem látsz már, égig ér a hullahegy, üzemel a halálgyár, égig ér a hullahegy, zsidó állam nincs többé. Bárki most rákeres, megtalálja. Egy másik száma a Divízió 88-nak, és utána leszállok róluk a... Ez a, mi is a címe? Elfelejtettem. Na mindegy, ez az első verszak, hogy szeretem a cigányokat, most hazudjak, hogy ne sértsem meg a lelkivilágukat, vagy őszinte legyek, és ott lehet olvasni a továbbiakat, halál a romákra, halál a romákra. Szerintem egy társadalomban még ezek sem kellenek elhangozzanak ahhoz, hogy az emberek azokban a toposzokban gondolkodjanak, amelyek mentén a gyűlöletbeszéd kialakul és aktívvá válik. Mert az egy dolog, hogy az egyén mit hall. Nyilván egyénileg is elő lehet állítani gyűlöletbeszédet, de társadalmilag azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos pont, amikor egy egész társadalmi diskurzus meghatározóvá válnak, nem ezek a szövegek, mert ez a kocsmai stílus, hanem vannak ennél sokkal szofisztikáltabbak is. Mindjárt fogok egyet mutatni a Betyársereknek az egyik videóját. Ez 2022. szeptember 12-i felvétel. Ez most volt múlt héten, ugye? Igenis van cigánybűnözés. Nyíregyházán demonstráltak a hazafias szervezetek. Ez a cikknek a címe. Betyársereg.hu-n el lehet érni. Nagy fekete oldal, tele aloldalakkal. Ez az első fotó, azt hiszem a rendezvények vagy ilyesmi között. És már a címmel lehet látni, hogy Nyíregyházán demonstráltak a hazafias szervezetek. Az egyik fontos hívószó a mostani társadalmi diskurzusban is, a hazafiasság. Csak hogy kinek mit jelent a hazafiasság, ugye az a kérdés. Az a német filológus, ez a Viktor Klemperrel, aki írta a Harmadik Birodalom nyelve című könyvet, azt mondja, nem kell nagy dolgokra gondolni akkor, amikor rezsimek létrehoznak valamilyen nyelvet. Vagy politikai rendszerek hoznak létre nyelvet ahhoz, hogy saját magukévá tegyenek szavazókat, vagy embereket. Nagyon pontosan elég szerinte már csak nem is plakátok, nem is fotók, hanem egyes szavak megjelenése vagy megjelenítése a közbeszédben. Egyetlen egy fontos dolog van, amit ő azt mondja, hogy az egész rendszert elkezdi működtetni, hogy millió szám kell, hogy elhangozzanak ezek a szavak. Tehát egy szónak nagyon sokszor elő kell fordulnia ahhoz, és úton útfélen találkozni kell velük, hogy aztán az ember ezeket magukévá tegye. Mert hogy a nyelv is úgy működik, mint sok minden más, mondjuk egy új ruha, hogy ami populáris, azt az ember megeszi, és azt használni fogja. A szövegeinkkel, ez a másik veszőparipám, együtt élünk. Az ember gyerekkorától kezdve rengeteg szöveggel találkozik, valakit megtanítanak arra, mert olyan nyelvi szocializációs környezetben él, hogy tudjon a szövegek között válogatni, és valakit nem tanítanak rá meg. Az nem fog tudni. Az nem fog tudni a szövegekkel gondolkodni sem. Az emberek pontosan azért, mert ki vannak szolgáltatva társadalmi helyzeteknek, háborúnak, pandémiának, bűncselekményeknek, az ilyen nagyon egyszerű hívószavak, Klemperer szerint a hagyományhoz kapcsolódó hívószavakra ugranak, és ezek talaján tudnak birodalmi rendszerek nyelvei vagy nyelvhasználatai kialakulni. És hát igaza van, gondoljanak abba bele, hogy mennyire átértékelődött mondjuk annak a szónak a jelentése az elmúlt 20 évben, hogy keresztény. Vagy annak, hogy haza. Vagy hazaszeretet.
vagy az, hogy védelem, pedig ezekkel a szavakkal most minden nap találkozunk. Nem az a nagy truváj, hogy kitalálunk új szavakat, hanem az, hogyha a meglévőknek tudnak adni olyan más jelentést, amelyeket az emberek nagy vidámsággal fognak a későbbiekben is használni. Csak hogy ezeket valamilyen rendszerek működtetésére használják. És az a furcsa, hogy és akkor ilyenkor nem kapcsol be az emberben az, vagy hát nem mindenkiben kapcsol be az, hogy igazából miről is beszélgetünk? Hogy igazából miről is van szó? Hogy lehet, hogy meg vagyunk vezetve? Félre ne értsék, ezt úgy általában a nyelvi fejlődésre mondom, vagy a nyelv dinamizmusára mondom. Tehát, hogy a rendszerek így működnek, egy bűnszervezet is létrehoz magának titkos nyelvet. És ők sem választanak új szavakat, mert arra se idő, se pénz, se energia meg, plusz nem egy nyelvi csoporttal dolgoznak együtt, ugye? Tehát, ha szólnak valakinek, hogy Tónika, össze kéne valamit dobni, és össze is fogja dobni. De hogy a nyelv kihasználása az azért tud ugyanúgy működni évtizedeken, évszázadokon át ugyanúgy, mert az emberek ugyanúgy gondolkodnak a nyelvről, ugyanúgy használjuk a nyelvet. Ki jobb, ki kevésbé jó képességgel, de ugyanúgy használjuk a nyelvet, és ugyanarra próbálják meg használtatni velünk a nyelvet. Szofisztikáltabb verzióba kérem, hogy segítsenek belenézni. Még mielőtt bekapcsolja a videót, ez a Betyársereknek az egyik toborzó videója. A refrént kiírtam az utolsó sorba. Istenben hinni, barátban bízni, családért élni, hazáért halni utolsó vérig, küzdeni végig. És odaírtam zárójelbe. A mindenkor bevált jó hívó szavakat, ezzel nem lehet elrontani. Isten, haza, család, népi kultúra, haza, szeretet, betyárok, rongyos gárda, ugye ez a betyárseregnek a mániája, védelem. Hát én nagyon szeretem a néprajzot, valaha néptáncos voltam, már most meglátják a videón, hát azért én kevés olyan Rózsa Sándor típussal találkoztam, mint itt a betyárseregnek a tagjai. De hogy a... Hogy mondjam, a félelmetes az egészben az, hogy van egy ilyen álca, van egy hártya ezen az egész betyársereg kultúrán is, ami igazából az antiszemitizmuson és a rasszizmuson alapszik, és el lehet úgy adni, hogy hát azért mi mégiscsak betyárok vagyunk. Hát nem tudom, ha Rózsa Sándor meglátta volna őket, szerintem bedobta volna a török között, azt mondta volna, hogy gyerekek, hát köszi, ebből engem hagyjatok ki. Úgyhogy akkor nézzünk bele. Menni fog? Az előbb is jutjunk el. Nem. Ez itt. Amíg itt a kollégák megpróbálják beindítani, most már nem lesz sok feltétel. Elmondom, hogy Viktor Klemperre azt mondja, hogy a stílus maga az embermondás, ami egy halál elcsépelt dolognak azt gondolná az ember. Ugye ezt általános iskolától halljuk, hogy a stílus maga az ember, igen. De ő igazából arra ért, és ezt a harmadik birodalom nyelvén keresztül, még akkor ne indítsuk el, értette, hogy nem az igazság oldalát kell nézni például a gyűlöletbeszédnek. Soha nem az a kérdés, hogy az, amit mondunk, az igaz-e. Nem igazolható, ugye? Azt mondjuk, hogy van cigány bűnözés, jó, hát biztos valaki el tudná magyarázni, hogy szerintem miért, de hogy a fogalom szociológiai szempontból és nyelvészetileg is értékelhetetlen, de vagy azt, hogy a migránsok megerőszakolják itt az összes nőt, vagy elveszik a kultúránkat, vagy a betyárseregnek meg kell védeni a végeket. Ez is egy ilyen régies, ilyen arhaikus, ki az Isten használja azt a szót már, hogy a végeken, ugye ez életben nem hallja már az ember. Szóval, hogy nem az igazságértéket kell nézni, hanem azt, hogy mit mondanak, és hogy hogyan mondják el. És Klemperer azt mondja, hogy amikor azt mondjuk, hogy a stílus maga az ember, az azért nagyon fontos, mert igazából
az ember lényege mutatkozik meg akkor, amikor beszél. Tehát az egy dolog, hogy most csúnyán beszélek, nem csúnyán beszélek, milyen stílust választok, milyen szavakat választok, de hogy mégiscsak az ember lényege az, amit gondol, vagy amit tenni akar, az, ami a nyelvhasználaton vagy a nyelvi tevékenységen keresztül átjön. Akkor most nézzünk ebbe bele. Kokó is erre vonult be, nem? Valamelyik boxmeccsére, lehet, hogy az összesen, most nem tudom. Érdemes élni, felemelt fejjel mindig előre nézni. Akkor erős a test és erős a lélek, a szavak mellett a tettek is beszélnek. Meg kell tanulni végre, meg kell tanulni Istenbe hinni, barátba bízni, családért élni, hazáért halni, utolsó éri küzdeni végig. Meg kell tanulni Istenbe hinni, barátba bízni, családért élni, hazáért halni, utolsó éri küzdeni végig. Meg kell tanulni. Csak egyenes gerinccel érdemes élni, tenni a dolgunk, menni, menni és tenni. Felállni mindenből újra meg újra, nem hozni szégyen saját magunkra. Meg kell tanulni végre, meg kell tanulni Istenbe hinni, barátba bízni, családért élni, hazáért halni, utolsó éri küzdeni végig. Meg kell tanulni Istenbe hinni, barátba bízni, családért élni, hazáért halni, utolsó éri. Biztos, hogy ki fogok futni, vagy már kifutottam az időből, úgyhogy kettő dolgot fogok már csak elmondani, majd kérem szépen vissza az előadást. Évekkel ezelőtt, amikor még pedagógus voltam, akkor egy iskolában azt a feladatot adtam a gyerekeknek, a Ludas Matyit tanultuk, hogy készítsenek plakátokat Ludas Matyi megmentéséért. Öt csoportot csináltunk, nem beszéltem előtte a gyerekekkel, össze nem mondtam el nekik, hogy ez lesz a feladatuk. Minden csoport csinált egy plakátot, egymástól tök függetlenül mindenhova az volt kírva, hogy stop Döbrögi, állítsuk meg Döbrögit. Hát ez éppen a stop soros kampány időszaka volt. Ezt a sztorit csak azért mondtam el, mert ne gondolják azt, vagy ne gondoljuk azt, hogy a gyerekek nem találkoznak politikai üzenetekkel, vagy nem kezdik el valahogy a saját szövegfeldolgozási stratégiáik szerint ezeket a szövegeket. Na, ezt most nem akartam, de mindegy. És akkor befejezésként szeretném ezt a két idézetet, hogyha megnéznék jól. Az első, felolvasom, amit akarunk, az nem más, népek elnyomása, a saját szabadságunkat, saját biztonságunkat, a saját életerünk biztonságát akarjuk, saját népünk biztonságát. Ezért harcolunk. Ez az első idézet. A második pedig, nem írtam ki. Brüsszel mostani vezetése továbbra sem azon dolgozik, hogy megvédje a határokat és megvédje Európát. Hangsúlyozta, hogy a törvény a magyar emberek akaratát tükrözi, ezért a kormány nem vonja azt vissza. Az Európai Bizottság pedig következetesen is nyíltan bevándorláspárti álláspontra helyezkedik, és jogi eljárásnak álcázva politikai támadásokat indít az országok és törvények ellen, amelyek a soros terv útjában állnak. Ha engem kérdeznek, tartalmilag nagyon nagy különbség a kettő között nincsen. Az első idézet Hitler kezdeti korszakából való, Hitler idézete, a második pedig kortárs politikai diskurzus, Magyar Hírlap. Azt hiszem, hogy van, mint elgondolkodnunk. Köszönöm szépen a figyelmet.